Üdvözlök mindenkit, nekrokrém vagyok, srácok, jönnek is Call of Duty, beszélgessünk, nagyon aggasztó hírek láttak napvilágot a játékkal kapcsolatban. Gondoltam megosztom veletek, nem nagyon szeretek ilyen pánikot kelteni című történik. de gondoltam megosztom veletek, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, illetve hogy hogyha játszatok a játékkal, hogy, hogy mi az, mert igazából elég extrém a dolog, hogy ilyen végletekig mennének el a fejlesztők egy játékkal kapcsolatba, viszont nem tartom lehetetlenségnek, és az én tapasztalataim a játékkal mondhatni, hogy, hogy valahol, valahol tükrözik is ezt az egészet, meg nem is, és kíváncsi vagyok ti, mint a magyar közösség, aki játszik ezzel a játékkal, hogyan látja ezt az egészet, és ezzel fogom mondani az én kis történetemet. Meséltem ugye a multiplayer bemutatója, mondtam, hogy szar vagyok, tehát nehezen megy a multiplayer, és sokat kell tanulnom, szögekről, stb. Természetesen közbeszól a kapcsolat, az internet, stb., ami, aminek nem a legjobb oldalára estem. Ehhez uh, ugye még hozzájön a skill-based matchmaking is, és elég try-hard lobbikba uh, kerülök be, ahol tényleg kőkeményen m 4 meg uh, 7 25 öznek és tehát mind-mind ilyen lobbikba kerülök be, ahol, ahol kemény játékosok vannak. Viszont, viszont, Uh, Jelenthetem, hogy az elmúlt időkben uh, megnövekedett a kádém, és, és, és egy folyamatos növekedésben vagyok jelen pillanatban. Ettől függetlenül ugyanúgy belekerülök a kemény lobbikba. Viszont a KDM egy folyamatosan növekvő stá státuszt is mutatni, összetom szedni a kisztrikémet, ami nekem fontos, a Call of duty ban tehát például a Chopper, a Chopper mindig is egy kedvenc kisztrikém volt, az szinte mindig be van állítva, és össz sikerül összeszednem, nagyjából le hozni azt a, azt a másfeles, kettes, néha hármas KD-kat, és a többi, és ezért folyamatosan növekszik növekszik a kd Úgyhogy ez, ez, egy jó dolog. Tehát nekem ez a tapasztalatom vele. Az biztos, az biztos, hogy az egész világ, legalábbis a külföldi média és gamer közösség reddit Youtube-on keresztül mindenhol sírnak, hogy a skill-based matchmaking, matchmaking et el kellene törölni. És nagyon nagy napfény derült ki arról, hogy ezek a általunk jó játékosnak tartott youtuberek, egyesek reverse boostolnak, másik pedig halásznak a, mások pedig halásznak a lobbik között. Hogyha esetleg nézed a kedvenc youtubered és azt látod, hogy hogy ú, mintha botok ellen játszana, és te miért nem fogsz ki egy ilyen játékot olyan le, mintha botok ellen játszanak, mint az emberek nem tudnának rá visszalőni, akkor az azért van, mert ki belépked a lobbikból, amíg megtalálja azt a játékot, ahol, ahol az embereknek alacsony skillje van, és, és abban a lobbikban, és azért tűnik úgy, mintha botok ellen játszana az az illető, mivel hogy mert hogy nagyjából botok ellen is játszik. Na, hát én ilyet nem csináltam, mert nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy skill-based matchmaking. Ennek következtében mindegyik meccs mérkőzésem kemény lett, mert hasonszörű játékosokkal dob be, mint én, és ennek következtében hogy minden meccs kemény lett, ennek következtében minden meccs frusztráló. Ahogy félretes, hogyha, hogyha nem lenne skill-based matchmaking, akkor, akkor ugye random lenne minden. Random ezt a játékosoknál kifognál kemény lobbikat, de ugyanakkor kifognál noob lobbikat is. És ez a frusztráció level az, az ingadozna, hogy néhol jól megy, néhol nem megy jól, de a randomságban, több esély van, hogy élvezetesebb lobbikat fogsz ki, mint hogy mindig a játék be fog dobni ugye a kemény lobbikba. Jelen pillanatban, ami fel lett nagyjából fedezve a skill-based az az ugye, hogy, 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 az elmúlt öt játékot úgy néz ki, úgy néz ki, hogy az elmúlt öt játékot teljesítményét figyelembe véve úgy rak be lobbikba. Szóval, ha öt játékon belül jó szarul játszasz, akkor akkor be fog rogni egy, egy, egy gyenge lobbiba, hogyha Uh, nagyon jól játszasz, akkor egyre-egyre keményebb lobbikba fog beleni, és ezt úgy, hogy van, garantáltan tapasztaltam, igen, ez ez, 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 tényleg így van. Ha elkezdek jól teljesíteni a játékba, az meg kifogom az Uber lobbikat, ahol aztán izzad a, izzad a, kezem és izzad a kén is, mint az állat. Hogyha mondjuk az első két-három játékom, hogy jól elkúrom, na akkor be, be berak, berak, ilyen Xbox lobbyba. <laughs> Bocsi, xbox -osak. Na, de berak, berak lobbival, és, és, és az már, az már úgy egy élvezetes játék lesz, mert sokszor tényleg úgy érzem, mintha botok ellen játszik. Most lényegtelen, hogy, hogy PS4, Xbox lobby, pc és lobby, mert mindegyiknek megvan a maga, a maga jója és a maga rossz. Játszottam olyan konzolos lobbyban, ahol szétaláztak. Szóval... Na, szóval így állunk, ez lenne a skill-based matchmaking, de itt még nem ér véget a dolog. És itt jön a legagasztóbb plegyka, ami, ami így felröppent, és ez állítólag, és ez állítólag belsős info, tehát Infinity World belsős info. Állítólag. A, a, gáz ezzel az egésszel kapcsolatban az, hogy az Infinite Ward nem nem ad ki semmiféle közleményt, hogy hey, ez, ez nem így van, értitek? Nem foglalkoznak vele, nem foglalkoznak a közössége a szempontból, hogy ezt letisztázzák, hogy úgy van. A közösség felfedezte, hogy van skill-based matchmaking, és azt is felfedezték, hogy hogyan kerüljék ki, és ezt elmondom a videó vége felé, de csak azért a videó vége felé, mert egy nagyon köcsög módszer, egy nagyon köcsög módszer, és, és csak a videó vége felé fogom elmondani, pont ezért, hogy ú aki addig végignézi, végignézi, nem. Na, a plecs ami felröppent az, az az, hogy mivel lettek volna lootboxok a játékba, és az egész játék ugye régen, az előző kodokban, az úgy volt tervezve, hogy olyan lobbikba dobjon, az emberek már vásároltak az OP, az OP fegyvereket, és a többi ott megvan nekik, tehát már megvásárolt cuccaik vannak, olyan lobbikba dobta őket azért, hogy motiváljon téged is a vásárlásban. Ugye kivették a lootboxokat, de senki nem, ha volt hajlandó, arra, hogy kivegye ezt a rendszert a játékból, hogy olyan lobbikba dobjam el. azért állítólag ez benn marad, és az emberek állítólag kezdtek olyat észrevenni, hogy aki vásárolt, az bedobja gyengébb lobbikba. Na most, én, hogy ezt kipróbáljam, megvettem a legolcsóbb Battle az ez itt 10 dolcs is Battle volt, ahol az első 20 szintet ö, ö, feloldották, és én mondhatom itt most nektek, rögtön mondhatom, hogy engem nem dobott könnyebb lobbikba, annak ellenére, hogy vásároltam, viszont tény, hogy egy, viszont tény, hogy nagyon sok embert láttam vásárolni. Nagyon sok embert láttok vásárolni, láttam olyan fegyverekkel, mászkál, meg a skinek, stb. De elmondhatom, hogy nem dobott gyengébb lobbikba a vásárlás alapján. Viszont, ami, ami, tapasztaltam, és ami feltűnt, a másik éjtő, a másik ijesztő dolog, hogy a játék állítólag, képes mérni, illetve az biztos, hogy méri, hogy milyen útvonalakon mászkálsz, de állítólag képes mérni, és ez is biztos, mert már kodnégy óta benne van, hogy mennyire precíz a célzásod, és mennyire gyors a reakcióidőd, és nem leteslenség, mivel hogy már a kodnégyben is volt, ugye a statisztikák között ott volt, hogy mutatta, hogy mennyire precíz a célzásod. Tehát ennyi százalék, ennyi százalékra precíz a célzásod és ez már azóta benne van az technológia, szóval, és a játék ezt méri, és ezen adatokat felhasználva segíti ki a gyengébb játékosokat. Mert abban tisztában vagyunk, hogy ebben a modern warfare az a sok kapu ajtó anya az azért létezik, hogy ott meg tudjon bújni a szerencsétlen kis noob, és, és ugye leyen neki holmi sikerélményen. Na most ezt még spékel meg azzal, hogy a játék méri, hogy milyen, mennyire jól tudsz célozni, mennyire gyors a reakcióidőd, és azt úgy, úgy akadályoz meg téged a killben, hogy a hit detection lecsökkenti. Magyarul a golyó, amit kilősz, az gyengébb lesz, hogy elérje a célt. Na, ez az egy dolog nekem saját tapasztalatomból, rettentő módon feltűnt. Itt valami ezzel nem stimmel, mert és ez ugye, tegyük öt játékon keresztül ha szarul teljesítek, negatív kd-val jövök is, bedob egy gyengébb lobbyba, mint hogyha lézer kardokat dobálnék az enemire, oly úgy beadja a killeket. Ha feljövök, elkezdem lehozni a pozitív KD, Csopper, anyám, kinyem, minden, bemelyek egy, egy jobb lobbyba, vagy bemelyek egy, egy olyan lobbyba, ugyanabban a jelenetben, ugyanabban a szituációban, lövöm a csókát, meg, aki ott bújik valahol, lövöm, megfordul és lelő. És egyszerűen nem akar belehalni 6-10 golyóba. És ez az, a, ez az a dal, miután először láttam ezeket a híreket felröppenni, mert ez az, amit nem értettem ebbe a játékba, hogy hogy a faszba van, a pingem az mindig valahol a 20 és az 50 között van. De 50-nél magasabb pingű játékot még sose kaptam. Az 50 az még nem egy rossz. Az 50 az még nem egy rossz ping egy, egy játékra. Tudom, mert őség volt a Call of duty és hozzászoktam ehhez a ping variánshoz, ez a 50-70-20 ping variánshoz, attól függ, hogy melyik Call of duty játszottam uh, akkoriban. És ez még nem rossz, mert... Na mindegy. És... És itt, még hogyha nekem 20-as pingem is van, lövöm meg a csókát, és van ideje elfutni, van ideje megfordulni és lelőni, és ugye a tipikus jelenet, amikor elkezded lőni, és már belesorozta a 3-4 gőt, hallod, mikor már rég hallottnak kellene lennie, és látod azt a hitmarkert, hogy ez nem, ott valami nem stimmel, és még amikor fejbe is találod a csókát, sokszor előfordult velem olyan, hogy megfordult és lelőtt. Volt ideje reagálni a fej, felső málkas nyak fej lövésekre, leadott lövésekre, volt ideje reagálni és visszalőni. Félértésre leszék, vice versa, megtörtént velem is, hogy a csóka lőtt és visszalőttem, meghalt és néztem, hogy Mi, mi a franc történt itt? Hogy vagyok még életben? És ez általában olyankor volt, amikor uh, rosszul teljesítettem, és visszadobott uh, lobbikba. Rettentő érdekes. Ezt az, ez, ez az egy apróság, amit én is észrevettem, azt nem vettem észre, hogyha vásárolok, akkor gyengébb lobbikba dobnak be, ugye bár, hogy azon játékosokat motiválja a vásárlásra, mert most nincsenek OP fegyverek, a játékban semmi nem OP, mint a másik, csak ugye hogy skinek vannak, tehát attól függetlenül lehet, hogy bedob olyan lobbikba, ahol az emberek annyira nem vásároltak, és, és akkor húlásák, hogy skin van, vagy ilyesmi, de, de azt hiszem, hogy egy kurva sokan vásároltak, tehát minden lobbiba van legalább egy-kettő, aki valamit vásárolt már ebbe a játékba, szóval ez, 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 ez nem vagyok benne, hogy biztos van. A azt sem az Infinity volt semmit nem közöl ezzel kapcsolatban, igaz vagy nem igaz. Skill based matchmaking az ott van, és azt én is érzem, hogy működik, és ez a hit detection dolog. Ez, ez is nagyon-nagyon-nagyon dodgy, nagyon-nagyon érdekes dolog, és, és láttam. Lát, rengeteg videót is láttam, és én is néztem, tehát saját magam is tapasztaltam, hogy. Hogy itt, itt, itt valami baj van, mert ahol be kellene adnia, nem adja be, és, és így megmenti a játék, egyes embereket megment a játék a, a haláltól. És ez azért elég, ha ez igaz, az egy elég nagy um, probléma. És, és az, az igazság, hogy nem, nem, nem tudom nektek ezt bizonyítani, hogy igaz-e vagy sem. Csak a rengeteg ugye Reddit és Youtube uh, beszél róla, viszont természetes, hogy neked azt a Youtube ugye nem fogja uh, feldobni, de hogyha már érdekel egy játék, akkor belemész mindenhova, és akkor rátalálsz ezekre a hírekre is, és, uh, és elég viszonylagosan el vannak rejtve uh, a dolgok, de az emberek posztolják a tapasztalatikat és a jeleneteiket, hogy mi történik a, a játékban velük, és um, gyanakvása ad okot, mivel, hogy főleg azért, mert amúgy le is, le is szarnám, de amikor te magad is tapasztalsz valamit, és már elég öreg játékos vagyok ahhoz, hogy, hogy megcsóváljon fejem, amikor valami furcsaságot látok a kodban, mert azonnal észreveszem, mert ez már, hát hogy mondjam, ez már, ez már ilyen Beépült memória, beépült reflex, hogy észreveszem, ha valami nem stimmel, ha valami uh, eltér uh, a megszakotttól. És ugye régen egyszerű volt a dolog, régen MV3, MV2, uh, Word, at War, Cod4, Cod2. Régen egyszerű volt a dolog, hogy nyomtál egy tabot, ránéztél a pingedre, és azt mondta, hogy ja, ja, jó, van, oké, el van basszad. De most már rányomsz a pingedre, a pinged rendben van. A, a lövésed rendben van. Most már olyan, annyi ideje játszik, hogy rászoktam a szögekre, rászoktam a kemperebb helyekre, ahol, ahol esetleg egy kemper bújkálhat, benézek, és, és, és így is vannak furcsaságok, és így nézel, hogy... But, mi a franc És, és bemaradsz a mert így nem érted, nem, nem bírod feldolgozni az információt, hogy... hogy minden rendbennek tűnik, mindenkinek halnia kéne, ahogy kell, de mégsem és ez, ez reméljük, hogy valami napvilágot lát ezzel kapcsolatban, és ezt kiavítják, de a legnagyobb álom az lenne, hogyha a skill-based matchmaking ezt kivennék, és teljes randomitást raknának belem. Srácok, ennyi volna, a ti véleményetekre. Uh, ja, említettem, emlékeztem, elmondom nektek, hogy hogyan lehet kikerülni a skill-based matchmaking és hogy a noob lobbikba. Ha van kedvetek, csináljátok, nekem nem nagyon van hozzá képem. Uh, azt úgy kell csinálni, bemész uh, egy játékba, és ugye kiválla, ki bedobja neked a random csapattársaidat. Fogod, és végigjátszod azt a játékot, olyan eredménye, amilyen eredménnyel, és kiválasztod abban a csapatban, miután kijöttek a játékból, elhagyod a lobbit, rámész a friends listre, és a recent game-nél kiválasztod azt az illetőt, aki az előző meccsedben a legrosszabb teljesítményt érte el. A legrosszabb teljesítményűre rácsatlakozol, join magyarul, <laughs> magyarul join magyarul rá az ürgére, és ő be, bedob, téged a játékba, de mivel hogy ő rosszul teljesített, ezért az ő skilljéhez szintjéhez mérten fog bedobni. Végigjátsz ezt a játékot, és kinézed abban a csapatban, és a, abban a játékból is a legrosszabban teljesítő játékot, és majd rácsatlakozol erre, arra a játékosra. Végigjátsz a meccset, majd az ott lévő legrosszabb játékosra csatlakozol rá, és így és így, és mindig ugye a legrosszabb játékosnak a skilljéhez mérten dob be játékokhoz. És ez állítólag még én nem próbáltam, mert valahogy nem értitek, nem, nem visz rá a lélek, hogy ezt kipróbáljam. De, és, és ja, ezt ismétled, és azt mondják az emberek, tehát ez, ez te elöpletyka, hogy azoknak, akiknek mondjuk ilyen 1-2-es kd -ja volt uh, eddig, vagy 2-es kd -ja volt eddig, azok uh, azoknak ilyen 3 négyes 4-es kázéjük lesz a játékokban, mert hogy annyira bedov hogy a gyenge lobbikba, hogy, 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 csak na, csak annyi a dolgot, hogy mindig a legrosszabb játékosra join minden meccs, minden meccs után, mert hogy lehet. Úgyhogy ja, ez így, így állunk egyelőre. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Iratkozz fel! Sziasztok! Bloggening.